sikerül megtanuljunk olyan 50-60%-ban a kis csoporttal. El fogjuk mondani, mert nem biztos az, hogy délután még egyszer össze tudunk így csoportosulni. És mindenek előtt azt mondanám, hogy olyan elnézéssel és olyan szeretettel legyünk ehhez a csoporthoz, mint ahogy van a mi jó atyánk. Elérzékenyül, mert két-három vasárnapja van, hogy az Úr nagyon megtanította az én számomra, hogy ezt a csoportot szeressem. Ugyanis alig 20-30%-a az, aki édesszülőnek gyermeke ebben a csoportban, és a többi mind úgy bízta ránk Isten. Nem tudom, hogy ennek a szaládi gyülekezetnek ez a jövő gyermek serege mennyi ideig lesz még itt közöttünk. De ha úgy neveljük őket, hogy megszeressék ezt a gyülekezetet és ezt a helyet, akárhova fognak elkerülni, mindig visszaemlékeznek. Tisztelettel és nagy becsüléssel nézek fel azokra a szülőkre, akik a 24 órából 24-et foglalkoznak velük. Alig értettem meg, hogy miért nem bírok ezekkel a gyermekekkel a vasárnapi iskolába. De tudom, hogy a szülőknek még nehezebb, és Isten nekem azt mondta, hogy a szeretet az lesz, ami majd őket tanítja és megfogja, és itt fogja tartani. És én biztatnám a gyülekezetet, hogy ne csak a szülők szeressék őket, hanem mi is szeressük mindannyian. És úgy, ahogy próbálunk énekelni, próbálunk egy-egy zsoltárt megtanulni, nem tudjuk perfekt elmondani, nem tudjuk nagyon szépen, dicsőségesen, de próbáljuk szívből mondani. És köszönöm, hogy lehetőség van erre, hogy elmondják.
Adjatok hálát az Urának, Urának, mert örökké, szeretetek. Volt egy kis idő gondolkozni. Miért is vagyok hálás? Egy dolgot szeretném megemlíteni. Az életért. Az életért és az örök életért. A múlt héten nagyon jól sokan tudjuk, hogy talán egy baptikuba volt foci bajnokság, és még a múlt héten valaki megkérdezte tőlem, hogy az én mezemen hanyas a szám. És elmondtam, hogy az 6-os, és megkérdezte, hogy miért. És azt mondtam neki, hogy mert nem vagyok tökéletes, nem vagyok 7-es, de egy kicsi kell ahhoz, hogy tökéletes legyek, és ezért csak 6-os. Majd a tegnapi napon Isten bizonyított, és azt mondta, hogy te nem 6-os vagy, hanem 7-es vagy. Azáltal bizonyította be, hogy 7 gólt rúgtam. Ezért Isteni a dicsőség. Bebizonyította azáltal, hogy nem 6-os vagyok, hanem 7-es, hogy az én életem az, ahogy ő megteremtette, az tökéletes. Tökéletes sem vagyok megteremtve, és ezért adok hálát Istennek. Legélesebben azért él bennem a hála, hogy az este hazaérkezhetünk 3000 kilométerről. Svájcban voltunk az iratmissziós központnál, akivel én dolgozok a börtönmisszióval, és többet, mint egy tonnányi anyaggal jöttem, hát nem mondom, hogy minden kanyarnál vagy érhetett volna bennünket, a remolka leszakadhatott volna, meg egyebek. És amikor elindultunk a Svájcból, ugye az én miattam mentünk, és egy kicsit úgy félszegen éreztem magamat, hogy ilyen nagy út előtt állunk. Az azt jutott eszembe, hogy hálával áldozál Istennek, és te is a felségesen fogadásaidat. Akkor fogadtam, hogy nem panaszkodok, hogy fáj a hátam, hogy nehéz az út, hogy fáradt vagyok, hanem ha Isten hazasegít békességgel és bán nélkül, akkor a hála lesz az ajkomon. Igaz, hogy előttünk egész Rogériuszig, és ott elfogyott a motorina. De már jött aztán hirtelen a segítség is, de majdnem egy kicsit panaszkodtunk, hogy fél órával később fogunk hazaérni. Ilyen az ember. 24 órát majdnem utaztunk, és az a fél órányi átütt volna szinte a panaszkodásban, nem figyelmeztetjük egymást, hogy állj meg azért, ne bírj meg, hogy ezt a sok szép jót elrontsuk. Amiért igazán hálás vagyok, hogy egyebet említsek, azért vagyok nagyon hálás, hogy ilyen Istenünk van, amilyen Istenünk van. Nem kívánnék se Buddhának a gyermeke lenni, se Mohamednek, se Krisnának.
Mert Muhammad azt mondaná, hogy gyűlölj és harcolj. Buddha azt mondaná, hogy ne csinálj semmit, elmélkedj, nyugodj majd a másik életbe, Krishna meg örökkél azt kimen ismételje, vagy Háre Krishna, Nagy a Krishna. Egyszer sem mondaná az az Isten nekem, hogy szeretlek, hogy az enyém vagy. Úgy bánom veled, mint én anyaként a gyermekkel. Most már tudok milyen Istennek lenni, mert van gyermeked. Hálás vagyok, hogy kivált képpen való Istenünk van. Milyen még lennünkbe csomagolva, csak a szemünk látsza neki. Köszönöm Istennek, hogy ilyen, amilyen, és azt az ígéretet, hogy olyanokká leszünk, mint ő, mert meglátjuk majd ő. A másik, ami megfogalmazódott bennem ülve, hogy ki kell mondjam, hogy a hálás vagyok az életkörülményeimnél, és a meg vagyok elégedve. Mert jönne, hogy másnak több vagy, szebb vagy, egészségesebb vagy, gazdagabb. Meg vagyok elégedve az otthonunkkal, meg vagyok elégedve azzal a anyagi lehetőséggel, amit adott az Isten, az élettel, a múlttal, ki kell mondanom, hogy meg vagyok elégedve a férjemmel, az édesanyámmal, mert jönne a sátán azt mondani, hogy koncentrálj csak a hibáira is, vagy a vétkeire, és gyakorolom magamban azt, hogy hálát adjak azért az erényekért, amelyeket nem nálam helyezett le az Isten, hanem a közelben élőknél, hogy koncentrálok és igyekszem a mások erényeit észrevenni, és hogy abból én is részesülhetek, hogy a férjem tud vezetni, milyen jó, hogy én részesülhetek abban, hogy és a másik különbözőségért így tudunk hálákat lenni, kicsit boldogabb és erősebb asszonyok leszünk. Nem hagyja el számot a panasz a fiunkra, lányunkra, unokánkra, férjünkre, anyánkra, apánkra, meg egyebekre, és talán ez jó hírnév lesz Istennek. Elégedetlen? Mivel vagyok elégedetlen? Önmagammal. Amennyit az Isten kihozhatott belőlem a 45 év alatt. Jobb és szebb is lehetnék jelenben. Egyedüli dolog, amivel a mai elégedetlen vagyok önmagam, és Isten még egy napot ad, akkor igyekszem, hogy szebben szeressek, jobb hangulatot árasszak magunk körül, hogy a reménység és a szeretet és a bátorítás sugározzon belőlem. Adjon Isten még ilyen lehetőségeket nekem és nekünk ennek.